Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a felvételt megtekinted, tehát valami szól számodra is. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam az 4000 forint. Indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata. Itt láthatóak a csillagok. A csillagok szerencsét hoznak, és ő úgy gondolja, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat. Amit a csillagok még jelenthetnek egy spirituális terület, lehet, hogy ez őt érdekli. Vagy tervez valamit, és úgy gondolja, majd a megfelelő időpontban, a megfelelő helyen ez majd sikerülni fog. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható, hogy irányítja a dolgokat. Ez a hintó, ez jelentett egy autót is, vagy szimbolizálja a mozgást. Minden, ami mozog, az lehet sport is, vagy egy utazás. De azt is jelenti, hogy döntéseket hoz, és elgondolkozik majd azon, hogy melyik irányba irányítsa az eseményeket. Ez a fekete szín, ez még fékezi a dolgokat, hiszen vannak még félelmek, bizonytalanságok, és a fehér szín az előre viszi az eseményeket. És a harmadik kérdés, mit fog tenni irányodba? Itt a tűz eleméről van szó, tehát valami lelkesíti őt, keresi veled a kapcsolatot, útban van hozzád. Ez a kapcsolat, ez lehet egy testi kapcsolat is, hiszen a tűz eleme jelenti a lelkesedést, és jelenti a szenvedélyeket is. Az is lehet, hogy itt döntéseket hoz, és lesz egy új irány. Mi fűz össze benneteket? Ti most úgy érzitek, hogy minden lóg a levegőben. Elveszítitek a talajt a lábatok alatt, és van bizonytalannak tűnik minden. De én ezt a kártyát meg szoktam fordítani, és akkor látható, hogy egész más dolgokról van szó. Hiszen itt megvan a kisugárzás, ez a tartás olyan, mint egy balettművész, megvan a talaj a lábatok alatt. Bizonyos dolgokat más szemmel kellene megtekinteni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!